Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai online sajtótájékoztatónkon, amely sajtótájékoztató az Európai Parlament csütörtök reggeli Magyarországot támadó parlamenti vitájának a témájával foglalkozik. Hadd kezdjem azzal a mondani valómat, hogy kiábrándító és szánalmas, ami az Európai Parlamentben történik. Egyszerűen Szégyen teljes, hogy még a koronavírus járvány közepette sem nyugszik az európai baloldal, az európai liberálisok, és nyughatatlan a soros hálózat. Európában már 160 ezren haltak meg. A koronavírus okozta járványos megbetegedésben és milliók veszítették el a munkájukat. Ezek a baloldali liberális erők, a soros hálózat csoportjai azonban még ebben a helyzetben sem az európai polgárok sorsával, hanem Magyarország megtámadásával vannak elfoglalva. A Magyarország elleni politikai akciókra eddig is minden ürügyet felhasználtak ezek az erők. Most éppen a koronavírus törvényt használják fel a Magyarországgal szembeni támadásokban. Láthattuk, tapasztalhattuk, hogy az elmúlt hetekben soha nem látott mértékű, megalapozatlan politikai támadások érték Magyarországot az Európai Unióban. A koronavírus törvény azonban csak újabb ürügy a hazánkkal szemben. Hiszen a törvényről kénytelen kelletlen, az Európai Bizottság már hivatalosan is megállapította, hogy semmilyen szempontból nem sérti az uniós jogot és a járvány elleni védekezést szolgálja. És kiderült az is, hogy az Európai Parlament korábbi állásfoglalása is szándékos hazugságokat is ténybeli tévedéseket tartalmazott a koronavírus törvényről és Magyarországról. Az Európai Parlament bevándorláspárti balliberális többsége mindezek ellenére ma is egy szánalmas és átlátszó politikai cirkuszt ad elő. Ezek az erők, akik napestig a jogállamról papolnak, még azt sem hagyják, hogy a magyar kormány megszólalhasson az Európai Parlamenti vitában. Az Európai Parlament balliberális többsége, élen a szocialista Európai Parlamenti elnökkel ugyanis úgy kívánnak politikai ítéletet mondani Magyarország felett, hogy a tisztességes eljáráshoz fűződő legalapvetőbb elvet véve egyszerűen megakadályozzák a magyar kormányzati álláspont megjelenítését a brüsszeli vitában. Az Európai Parlament a demokrácia és a parlamentarizmus karikatúráját csinálja saját magából. Ráadásul pontosan látható, hogy ugyanazok támadják Magyarországot, akik a bevándorlás elutasítása és a határkerítés miatt támadják hazánkat. Évek óta azzal vannak elfogalva, hogy nyomást gyakoroljanak a bevándorlást határozottan elutasító magyar politikára, és a nemzeti kormány helyébe egy a soros hálózatot kiszolgáló, bevándorláspárti liberális kormány ülhessen. Az Európai Parlament lassan az antidemokratikus, bevándorláspárti politikai erők fogjává válik. A baloldali liberális képviselők azért támadják újra és újra Magyarországot, mert a magyar emberek továbbra is határozottan nemet mondanak a bevándorlásra, és kiállnak a nemzeti függetlenségért a brüsszeli bürokraták hatalmi törekvéseivel szemben. És ez a határozott magyar álláspont csípi a brüsszeli bürokraták, a brüsszeli buborékban élő mainstream hatalmi csoportosulás tagjainak a szemét. A magyarországi ellenzék élharcosa sajnos a hazánk ellen intézett durva politikai támadásoknak, annak idején elfbarátaiknak tolba mondták a Taváres jelentést, később a Sargentini jelentést, folyamatosan hazudoznak Magyarországról, állandóan büntetést követelnek Magyarországnak, lelkesülten áskálódnak a saját hazájuk ellen. Azt is láthatjuk a holnapi európai parlamenti Magyarországgal szembeni vádakat visszhangozni szándékozó vita kapcsán, hogy a kettős mérce alkalmazása Magyarországgal szemben rendszer szintű az Európai Unióban. Ennek letagadhatatlan bizonyítéka, hogy 2006-ban a balliberális Gyurcsány kormány idején az európai normákat véres módon tipró magyarországi események kapcsán az Európai Unió vezetői unos-untalan asszajkozták, hogy a történések Magyarország belügyei a leghatározottabban tiltakoztak, ellenezték, hogy bármilyen Európai Uniós fórumon megtárgyalják az akkori súlyos, véres rendőri erőszakhoz vezető Gyurcsány kormány által intézett fellépésnek a kérdését, ami teljesen világosan és egyértelműen alapvető európai értékekkel, az Európai Unió alapvető normáival volt ellentétes. Ezzel szemben 2010 óta a Polgári Nemzeti Kereszténydemokrata Orbán kormány idején minden ürügyet kihasználva hazug módon támadják Magyarországot az európai normák állítólagos megsértése miatt. Tulajdonképpen a magunk mögött hazott majd tíz évben már gondolatbűnök elkövetése kapcsán is folyamatosan pellengére akarják állítani Magyarországot. Rendszer szintű a kettős mérce alkalmazása Magyarországgal szemben. Ez pedig az Európai Unió alapértékeivel, az Európai Unió normáival ellentétes. Mi a Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői továbbra is ki fogunk állni Magyarországért, továbbra is ki fogunk állni a magyar emberek védelméért. Nekünk változatlanul Magyarország az első. És bizony itt az ideje, hogy a magyarországi baloldal európai parlamenti képviselői pedig bocsánatot kérjenek mindazért, amit a saját hazájuk ellen művelnek, még most a koronavírus járvány idején is. Nos, tisztelt Hölgyek, Urak, így az online térben ez lett volna az a mondani való, ami kapcsán erre a sajtótájékoztatóra invitáltuk Önöket.